hogy akkor ő mikor ítéli azt, dönt úgy, hogy lehet még egyszer. Arra nincsen lehetőség, hogy mint én mormontam úgyjára, most elmenjenek aludni, és akkor majd valamikor... Egy órával később, hogy a program végén... Azt mondjuk pont lehetne, tehát az, hogyha nem lenne más versenyszám, az lehetne, hogy minden más megrendeznek, és a végén újra futják. Itt azért a tévés jogdíjak pont azok, amik azt mondják, hogy ez legyen meg, és nem halasztják el. Az azért problémás, amit te mondasz, mert akkor még egyszer bemelegíteni, levezetni, hát előbb levezetni, utána még egyszer bemelegíteni, az nem jó. Az megoldhatatlan. Az a megoldhatatlan része. Igen. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy így, hogy volt 5-8 perc pihi benne, így mit tudnak kihozni ebből a történetből. Azok kedvéért, akik valamilyen csoda folytán talán most csatlakoznak be a közvetítésünkbe, elmondom, hogy alig 9 perccel ezelőtt volt már egyszer egy női 100 méter, ahol a rajtgép az valamit nem úgy csinálta, hogy kellett volna. Benne van az is, hogy egyébként az indítóbíró maga lőtte vissza, hiszen neki megvan az a létjogosultsága, hogy ha úgy gondolja, hogy valaki kiugrott, akkor felül tudja írni a rendszert és visszalövi. Minden esetre előbb egy második, aztán egy harmadik piszta is eldörrent, és előbb csak Prandini, aztán a többiek is megálltak valahol 80 és 100 méter között. Második futás tehát női százon Lozánból. Akinosun, Williams, Prandini, Elaine Thompson, itt a képernyő jobb oldalán az olimpiai bajnok 100-on, 200-on, aztán Talu, Campbell Brown, a svájci csúcstartó Kambunji és Henry. Legkívül most jó a rajt, és nem lőjük vissza, Thompson eljön, Kristania Williams az, aki még megy mellette, a két jamaika egyelőre bőven a táv elején, és Thompson nem lehet még csak megközelíteni sem, 10.79. Hát ő nagyon nem fáradt el abban az előző 100 méterben, Kristóf. Nagyon jó rajtolt, és utána végigvitte azt, amit kell. Én megmondom őszintén, nem éreztem 20-tól 50-ig annyira erősnek, mint amennyire talán az olimpián láttuk. 50-nél ellépett, ott talált egy másik sebességet, de a úgymond a második harmada a történetnek az nem volt annyira benne. 10.78. Az úgy, hogy tulajdonképpen 180 métert futottak, közte egy 7-8 perces pihivel, az nem rossz szerintem. Sőt. No, még egyszer. Williams kezd még jó jobbról másodikként a sárga kék fölsőben, és jól jön Veronika Campbell Brown és Desiree Henry is. Henry kinn a 8-as pályán. Vagy harmadik, vagy negyedik. Negyedik, Akinosun lesz a harmadik, Prandini a második. Az, hogy Prandini most mit spórolt az erejéből. Ő volt az első, aki megállt. De nézd meg, hogy itt hol van, itt sehol nincs. Ugye ebből látszik, hogy ő 200-as, az Oregoni Egyetem tanulója. És eszméletlenül jól jött a végén. Az a szenzációs, amilyen nyugodtan és kiegyensúlyozottan fut Elaine Thompson. Nézd meg az arcán, sehol egy feszít. Hasonlíts össze a Thompson arcát a Prandini tekintetével. A Talu-éval. Talu-éval. Erőlködnek, görcsösen. Tudod, ki futott még így? A Carl Lewis. Nem görcsölünk. Semmi probléma, hanem szépen, nyugodtan, higgadtan. Szinte mosolyogva. Amikor Lewis egy kicsit gyorsabban futott ennél. Thompson 10.78, tehát Prandini 11.11. Érdekes szélméréseket nem láttam egész este. De volt. 0.7, 0.5, pluszos pici hátszél. És Morolék Akinosun pedig a harmadik.